Sziasztok, én Bálint vagyok, ez itt a Gaming Dumping, és a mai napon Overwatch-ozni fogunk. Kompetitív játékokat játszunk supporttal, Annával, mint mindig. Ez ilyen... Mi a rák? Season ends in one day. Jó. Nem mint hogyha összegyűjtöttem volna bármit is ebben a seasonben. Na, de a lényeg az, hogy tovább csináljuk azt, amit eddig, mert ez ilyen kis egyszerű, lazulós streamelés lesz, amikor én azt csinálom, amit nagyon szeretek. És most nem, végre nem a medvéssel játszunk. Na, jó. Most már megnyugodhatok. Az elején cuccol, benne volt zsömle, fucking trapista. Nem tudom. Nem láttam a klippet. Ja, igen, megvan a medvés klip, azt gondolom az, ami be lett ide rakva talán. De abban nem volt benne zsömle. Never stop fighting for what you believe in. Na jó van, oké, akkor vegyük komolyan a játékot innentől kezdve. Tehát van Reinhardtunk, meg Roadhogunk. Roadhogat nem kell annyit healen, úgyhogy ezzel nem lesz gáz. A Symmetra Junkrat kombináció DPS-nek az nagyon, az szerintem nem lesz annyira király, úgyhogy nem sokat várok ettől. Ja, hogy csak a zsömle hangja volt benne, érdekes. Na. Jó van, innentől már a healerésre koncentrálok. Ma, hogyha valaki elmegy erre, akkor mindenképp támogatnom kéne, de hárman mentek erre, úgyhogy erre megyünk. Már is kaptam egy kis sebzést. Oké, ott a Rein, ott a Rein. Jaj, nem. Hoppá. Van az ellenfélnél Anna, azt már látom, hogy sikeresen is altatott. Jó, egyébként tök jól bejöttek a tankok ide a pontra. És ezt tök jól el tudtuk venni most. Én meg igazából itt egészen jól vagyok. Persze álma támadhatnak akár, de... De még jó hírt tudok csinálni, addig nincs gond. Ennyi, meghalt rá. Eddig tartott a heal. Jó van. El is altathattam volna, de nem, épp hogy nem. Igazából ezen a pályán nem ezen a helyen szeretek lenni, csak az a helyzet, hogyha nem kapok baloldalra támogatást, akkor nem tudok baloldalra kimenni jól. Most ha emeltek baloldalra, megpróbáljuk azt, mert igazából egy nagyon jó pozícióm van arra, hogy lüljek. Ugye a saját csapattársaimat így hílelje minden. Ez teljesen király. Persze vannak olyan helyek, ahol... Aha. Igen, itt el tudnak vonulni előlem szépen. Ja, mondjuk Roadnak nem kell heal. Jajaj. Rohadj meg. Nem tudom, hogy Reinhardt pozícióban van egy ilyenhez, de most nagyon gyorsan elnyomtam az ultimat. Jól előre mentünk, lehet, hogy volt értelme. Ez megvan, hogy itt hagytunk egy embert, csak így a hátunk mögött. Aztán én szívjak vele később. Azt imádom. Mert majd én biztos adom nekik a hírt, miközben hátrahagyunk embereket magunk mögött. Rohadjatok meg! Hát igen, ez az, amikor nem vagyunk egy helyen. Mennyi nem? Jaj! Jó van, nem baj, azért írtottuk őket, jó, meg 90%-on vagyunk, ugye nem olyan rossz az. Mi ez a szarjáték? Instant mute. Hát ennyi, nem lesz akkor töltött káposzta se döntőtergumi. Húcsos 76, szia! Üdv a streamben! Na, oké, Winston ennyi volt. Hát két ulti nem fért bele ebbe a meccsbe most.
De jó, de ígéretes kezdet mindenképpen. Na, oké. Okay. Hú, ez a pálya ez mindig szívás szokott lenni nekem. Nem szeretem. Sokkal nehezebb pozíciót találni rajta. Nem is tudom, hogy a Blizzard gyárt vajon ilyen nagy hagyma fejembert? Vagy mi ez? Polip. Polip, de hagymának tűnik. Hát, Dr. Professor, szia Gaming Dumping, a Kingdom Dead Castle sorozat óta követlek, viszont csak most fedeztem fel a Twitch-edet. Jó, majd elolvasom, hogyha meghaltam a többit is. Most már itt zajlanak az események. Na, kaptunk egy nem hílelhetünk dolgot. Nyolcankét érte, nem vagyok annyira jó. Véletlen találat, és hogy bármi megölhet. Gyere hátra, Roadhog, rohadék. Gyere hátra. Jó, na, mégis csak itt van Reinhardt shieldje. De gyerekek, öljük már meg ezt itt mögöttünk. Én mesterfokra viszem azt, hogy annával nem használom a scope-ot egyáltalán. Egy sniper, aki nem snipol. Noppá, az a Roadhog meghal, ha nem megyek segíteni neki. De Roadhog az nagyon merész, és cserébe pedig nem írt annyira jól, úgyhogy... Nem tudom. Menjél, Rein, menjél! Nyomasd, nyomasd! Ez az, öljük őket! Jajjaj! Jó, oké, vissza, vissza, vissza. Na, ez nagyon jó volt, még lángocskát is kaptam. Lassan frissítenem kéne egyébként úgy teszem be a Twitch műsort, mert most olyan játékok vannak berak a műsorba, amiket tökre nem játszom, de én nem tudom, majd a héten. Meg egyébként a Minecraft Dungeons sem lesz megtartva, sajnos, mert lejárt a Game Passom. Na, és ha jól emlékszem, akkor a legutóbbi Kingdom Dead Castle részben azt mondtad, hogy ha jön egy frissítés, akkor esetleg folytatod, és lenne kérdés, hogy mivel kijött egy elég nagy frissítés, nem akarod-e újra elővenni a játékot? Szerintem nem, mert az a helyzet, hogy én ezt gondolkodtam rajta, hogy folytassam-e, de meg is néztem. Azóta, hogy jöttek frissítések a játékhoz, így benéztem, de igazából nem nagyon fogott meg most már. Play of the game. Mi volt itt, amíg nem voltam itt? Hát nem tudom, egyetlen egy meccset nyertünk most Overwatch-ban, ennyi történt. A Kingdom Dead Castle egyébként rohadt jó játék, csak azzal is ugyanaz a baj, mint a Subnautica-val, hogy olyan büdös nagy mennyiségben toltam azt a játékot, hogy most már ilyen... Nem nagyon van kedvem újra játszani vele, annak ellenére, hogy annyi változás jött hozzá ki, hogy tényleg megérné foglalkozni vele, mert tényleg egyébként egészen megváltozott a játék. De hát ettől függetlenül az alapjaiban, a grafikáiban, a zenéjében, meg nem, és az már egy kicsit sok volt nekem így a végére. Úgyhogy csinyán kell bánni ezzel, hogy az ember meddig tol egy játékot, azt hiszem. Lehet, hogy megvárottam volna egyébként azt, amíg rendesen kipecselik, és azután kellett volna így rácuppannom. Kingdoms and Castles. Kingdoms and Castles. Tulajdonképpen ér. Be kell váltani tízszer, és akkor lesz Kingdoms and Castles. Tőlem aztán. Nincs az a gond, hogyha beváltjátok és megszavazzátok. Erre való a rendszer. Nem ötször kell, tízszer kell. Ötször kéne? Miért kéne ötször? Fele annyiba kerül, ezért ugyanúgy tízszer kell beváltani.
Régen úgy volt, hogy ötször kellett, de csak azért, mert ugyanannyiba került. Ezért fel annyiszor kell beváltani. De most a rendszer az, hogy ugyanannyiszor kell beváltani, viszont fel annyiba kerül. Never stop fighting for what you believe in. A moment to enjoy some peace and quiet. Probably just a moment. Na jó, van, nézzük. Van egy sniperünk, az nem olyan rossz, meg egy soldierünk DPS-nek. Kár, hogy nincsen shield tankunk, az szívás. Igen. Jó van, ezt meg is szívhatjuk. Ha nincs shield tankunk egyébként, akkor én hozhatnék olyat, ami valamennyire kompenzálhatja ezt. Például egy Bridget-et. De egyelőre nézzük meg, hogy mi a felhozatal az ellenfél szintjén. Hát nyilván nekem olyan tankokkal működik jól a játékom, akik például egy nanoboostot tök jó ki tudnak használni. Jó, mondjuk ez DPS-re is igaz. És egy soldier például tökre jól lehet. Oké? Okay. Jaj, basszus, kéne valami élet. Ez az. Oké, okay, eddig jó, de ez még nem jelent semmit, ez még bármi lehet. De ötször kell, akkor miért van a váróképen az, hogy öt kell a stream kezdőképen? Tényleg öt lenne? De hát a leírásban meg az van, hogy tízszer kell, úgyhogy lehet, hogy akkor elrontottam. De az biztos, hogy tízszer kell beváltani. Most az, hogy el van rontva ott azon a részen, az egy dolog. De egyébként valószínűleg azért van, mert az OBS az egy retek, és azt szokta csinálni, hogyha én frissítek egy képet, akkor azt ő nem rögzíti le frissítésként, hanem még mindig előhalásza a cache-ből a régi képet. Egészen addig, amíg kétszer nem frissítem le egymás után. És valószínűleg ez történt. Ja, hogy az ellenféltől hiányzott egy ember. Na, az ciki. Ez rossz nekik. De a kezdőkép egyébként már nincsen a streamnek már kezdőképe. Most már izé van. Ugye... előző adásból jelenet. Oké, okay, kinek van ultia? Kinek van ultia? Zárjának az nem jó. Hát ez a Roto meghalt, szerintem mehetünk vissza. Én rohadtul visszavonulok, én nem halok meg itt. Rossz irányba vonulsz vissza, az a baj. Jajjaj, még pajzs is van. Vegyétek meg! Jó, ha mindenki meghal. Nem, nem akarok így. Jó van, ennyi. Hát mindegy. Sokkal már vissza kellett volna jönni. De hát még próbáltam ott healelni az Áriát. Bezegő én. Old soldiers are hard to kill. You're coming. Na, ez az. Ez az, ez az. Soldiernek nem sokára lesz ultia. Elkezdek rátapadni. Egy-két jó lövés és meg lesz az ultia. Azután rögtön is nyomhatja akár. Egyébként tök jó, behúzzuk az objektívet így. Ennyi. Valakinek van esze azért, valaki tudja, hogy kell. Csak nem tudom, minek jöttem bele egyébként. 96%-on van az ultia, nem biztos, hogy el fogja nyomni, de ide jövök hátra. ez kurva vicces, ez zseniális. Gratulálok az ellenfél csapatának. Nagyon ügyesek voltak. Nem vették észre, hogy elvettük már régóta a pontot tőlük. Nem szabad ennyire belemerülni a gyilkolásba, de a legjobbakkal is megesik. De ez a bronzliga, itt még bármilyen hiba megeshet. Na, úgy látom, az ellenféltől többen is kiéptek, akkor megint egy győzelem áll elénk. Illetve néz nekünk ki. Hú, nem feltétlenül örülök az ilyen egyszerű győzelmek, de hát mit lehet mondani? Az első körben végül is
ez, hogy csak így elvettük a pontot, ez... Ez mindenképpen egy vicces pillanat volt. Egyébként visszajött az egyik emberük, a másik meg lehet, hogy egyébként csak egyszerűen diszkonnektelt. Mindig gyanús az, amikor két ember is kilép, akkor már az ember azt hinné, hogy a szándékos. Nekem kell, köszönöm. Videóméker nem tudom, hogy halt meg ott hátul, de biztos részörölte meg, mert van egy részörük. És egyébként megint ott vélet van, úgyhogy igazából most vissza lehet hozni ezt az állást. Nem kell annyira bátornak lenni, Roadhog. De persze én vagyok az, aki mindig megy utánuk. Így pozarolj el egy sleepelős nyilat. Hát, majdnem meghalt szerencsétlen Mercy. Jó van, csak hírálni kéne rajta egy keveset. Résztel az állandóan megöli szerencsétleneket, akik jönnek vissza. Nagyon remélem, hogy nem fog meghalni. Gyógyulj! Pocsékolásnak gondolnám, érte annyira nem, de egyébként el lett pocsékolva rendesen. Na jó, van valakinek ultia? Roadhognak. Hát ő már is nyomta tulajdonképpen az maga ultiát, úgyhogy neki már nem segítünk be. Hú, az durva, majdnem elnyomta az ultiát, az rejárt. Na, megint lángocska van körülöttem, nagyon király. Na, győzelem. Jó van, ez jó. Osztunk ki endorsementeket, már legutóbb elfelejtettem. Soldier mindenképp érdemel valami királyat, mert ugye ő volt az, aki elvitte a pontot. Zária sem volt annyira szal, meg adunk egy Mercynek is. Végén még elérem az 1100 pontot. Hihetetlen. És ha én adok, akkor én is kapok? Eszükbe jut, hogy lehet adni. Szerintem itt arról van szó egyébként leginkább. Hogy amikor látják, hogy kapnak, akkor így eszükbe jut, hogy ők is adjanak. Mert szerintem sokszor azért nem ad nekünk senki vissza. Meg mi sem. Illetve, hogyha mi nem adunk nekik, azért nem kapunk, mert nekik se jutott éppen eszükbe. Traveling to Volskaya Industries. Prepare your defenses. Unalmas ez a pálya, nem szeretem. Jó, hát vannak rajta jó játékok, de nem szeretem nagyon. Lehet, hogy túl sokat játszottam rajta, fene tudja. Vannak tök jó pályák, amikkel nagyon sokat tudok játszani, és mindig szeretem őket, de ez nem a tartozik ide, ez nem. Lehet, hogy csak a pályadizájnon múlik egyébként. A pályadizájn is lehet, hogy mérvadó. Lehet. Mondjuk azt tökre adnám, hogy az Overwatch-ban megcsinálnák azt, hogy a pálya ugyanúgy néz ki, viszont a pályadizájn más. És akkor te választhatod ki, hogy milyen legyen a pályadizájn. Hogyha neked jobban tetszik egy bizonyos pályadizájn. Persze lehet, hogy zavaró lenne, mert mások a fények, rohadt nehéz lenne megcsinálni. Nyilván nem csinálják meg, hiszen nincs szükségük nekik ilyen plusz munkákra. Anélkül is pörög a játék. De igen, valószínűleg egyébként a fényhatások lennének azok, amik beleszólnának a balanszba. Mert ugye máshogy veszel észre különböző fények mellett bizonyos mozgásokat, játékosokat. Már az igaz, hogy akkor az kinek kell sem nagyon foglalkoznának, mert akkor meg más színűek a karakterek. Gondolom, rendes mérkőzéseken gondolom ezért van az, hogy csapatszínek vannak, és nem lehet nagyon skinekkel szórakozni.
Na van az ellenfél csapatában egy para, ami, ami ciki, mert igen, mert ezeket a szobákat be tudja lőni nagyon egyszerűen. De ide belül egy rakétát, akkor az valahol mindenképp fel fog robbanni. Oké, fel kér vennem egy életet. Jajjaj, hogyha van Tracer is, meg Farah is, akkor az tök jó, mert két olyan karakter, ami rendesen meg tud engem szivatni. Sok mindenkit. Nem tudom, hogy mit akarok csinálni egy sniperrel, Tracer ellen. Azt tudom, hogy ha rányomok egy, igen, egy kis bombát, akkor nyilván abból nagy valószínűséggel fog kapni. És ez az egyetlen egy fegyverem ellen, de hát ezzel nem tudom megölni. Viszont mondjuk McCree megölte végül is. Csak hát elfogytunk. Nem tudtam hílelni. Meg kellett volna ölniük egyébként nekik. De az a helyzet, hogyha ők nem intézik el, az egyetlen olyan karaktert, ami igazán meg tudja szivatni a healert, akkor nem tudom, akkor nem lesz híjük. Jó, bejöttem ide. Még jó, hogy senki nem akar rám célozni. De ez eddig tartott. Oké, van valakinek, izé, valaki, nanobusztolok. Jó van, Reinhardt ráment, nagyon király. Ennek már örülök, másik előtt elnyomni az ultit, akkor rendben vagyunk. Elmutatom, hogy én mindent megtettem. Őket úgy látom, hogy most Bastion is elultizott. Jó van. És ami nagyon fontos, hogy úgy vettük vissza a pontot, hogy egyetlen egy rubrikát sem tudtak elérni. Az helyzet, hogy nincs mese, át kell váltanom Bridgetre, mert ha itt egy Tracer állandóan itt lesz a seggünkben, akkor annál biztos, hogy nem vagyok jó ellene. Bridgettel viszont annál inkább. Kiestél a pályáról? Én nem. Ó, a francba. Hát jó van, visszállt Rein. Te meghalsz. Nem tudlak healelni. Bridgetnek jószor a healje. Legalább HP-je van. Na jó, nem tudom, minek jöttem ennyire előre, nagyon basszus, felbátorodtam én itt a Reapernek az előre nyomulásán. Semmi okom nem volt rá, mert meghalt pillanatok alatt. 41 élet, oké, ennyi. Francok jöttem előre a Reaper mellé. Lesz itt Kingdoms and Castles. Ja, hát ugye, megszavazzátok a Kingdoms and Castles, és aztán lehet, hogy nem is lesz rá igény. Most, hogy tart a rally, mehetek előre 350 HP-val. Igazából ilyenkor azért nem ártana nyomulni, amíg ez tart, de most mindegy.
Szegény Rány. Jó, van itt a Junkrattel egy szobában, basszus, persze. Még jó, hogy nem döglöttem meg azonnal. Enyém, takarodj. Majd én hílelek. Hát, hogy rend, kapott egy nanobusztot, az ciki. Francért nem volt pajzsom. Még vízi bomba is van, király. Jó van, ez egy erős támadás volt. Most minden ultiuk elment, három ultit elnyomtak. Mázik fel, akkor még vissza tudjuk hozni. Oké, okay, Annát kinyírtam. Ez fontos. Mennyien vannak még itt életben, te jó ég? Hogy bírják? Na jó van, nem bírom. Azt látom, hogy mi van. Oké, okay, ulti, nagyon király. Vigyáznom kell magamra, hogy támogathassam őket. Adjam nekik a pajzsot, amíg élek. Ne halljak már meg. Ah, jó van, nem baj, valamennyi rájuk ment. Basszus, a rohadt ragballak egyébként teljesen döntött teszik a játékot, én nagyon utálom. Jó, persze le lehet kezelni őket, de akkora troll az egész karakter. Na jó, van most, hogy támadunk, viszont megint hozhatom Annát szerintem, most lehet, hogy más lesz a helyzet. Vagy Annát hozom, vagy Morgyát. Mert hogyha megint lesz egy tracerünk, akkor az viszont mögénk jöhet, bár védekezésre nem szoktak hozni. Meglátjuk. Never stop fighting for what you believe in. I'm sorry, Reinhardt. After everything that happened, I needed time. The destruction caused by the Omnic here. It reminds me of home. Ain't much for waiting around. Crusader online. Bírom ezt a múmia skint. Ez most nagyon nagy kedvenc. De rendben van, nagyon ez a skin. Sokáig nem tetszett, de igazából tök menő. Gonosz. Most, hogy nyomjuk Diablo-ban az aktút, Diablo 2-ben, így eléggé aktuális. Jó, az első pontot elég jól visszük egyelőre. Legalábbis egészen szépen haladunk, legalább nem álltunk meg az ajtóban, mint annyiszor korábban. Hoppá, ez szívás. Reinhardtot sem tudom hílelni. Ah, igen, ezért halt meg. De most meg is halok. Jó van, szépen visszavitték. Hát sok múlt azon, hogy sikerült elaltatni a másik Annának, de bevallom, én azt nem is láttam, hogy ez honnan támad. I'm not ready to hang it up.
Én nem azért mondom, de a mirrorozásnak sokszor nincs értelme. Így farát hozni nem annyira jó nekem. Tűnik jó nekem. De biztos nem hozok Mercyt. Főleg, hogy van egy ultimétem. Menjél, Rey, menjél! Ja, igen. Ide nem messzik kell, hanem Moira. Hogyha van egy feránk, akkor azt tudja counterolni. Ez meg is ölni. Hogyha mind a sebzőlabdát rá tudnám nyomni jól. Meg le tudom szívni a HP-et, akkor nagyon hamar meghalna. Feltéve, hogyha utána nem talált rögtön telibe engem. El kell kapni egyébként, el kell kapni és jó lesz. 60 másodpercük van. Basszus, ígéretesebbnek indult ez a meccs. Jó van, hát ez így szívás, mert megyek is vissza, meg hatunk hárman. Kb. Utolsó esély a támadásra, ez nem jön össze, akkor kész, akkor vesztettünk. De nem gáz annyira, előtte kettő nyertem, illetve nyertünk. Jó van, kurva jó a DPS-ük. Farah meg mindenkit kinyír itt hátul. Szerintem az a fára nem volt annyira lekezelve. Mindegy. When faced with a setback, we must challenge our assumption. Na champ, büntessed a népet. Miről van szó? Mi ez a champ? Play of the game. Surrender my will. It's time. Ja, igen, ez volt az, amikor megszivattak minket és nem tudtunk tovább támadni. Ja, champion. Jó van, nekem nem jött le. Na jó van, kérünk egy jobb pályát. Nem kifejezetten nekem való, de nem baj. Legalább nem olyan unalmas. Night Market az... Mert csak az melyik? Amikor ki lehet az embereket lökni a pályáról. Akkor Lucio. Jó, ki a másik is tudja, hogy ez a jó ide. Akkor viszont valami olyan kéne, ami biztos, hogy nem Anát hozom, mert azzal nem lehet itt jól játszani. Vagy Baptista lehetne jól tömeghílelni. Igazából kipróbálna Baptistot erre a pályára. Nagyon sokat játszottam ezzel is. Ma hozzá jó emótom is. Egy. És milyen izéim vannak? Hát, ja, nem sok izém van. Festékem. De jó ez a karakter, mert végre tudok egy olyan karaktert hozni, amivel lehet pozícióba ugrani. Helyezkedni. Aha. De nem baj, megoldjuk, hoppá! Lehet, hogy nem kellett volna bejönnöm. Azt sem tudom, hogy a többiek merre mentek. Ó,
Oké, Rein itt van mögöttünk, nagyon király. Hát, rohadt Blackball-al, megszívom. Az Immortality Field adott nekem egy kis esélyt. Hát én innen kijönnék, ha lehet. Rohadjál már meg. Imádom ezt a karaktert, mert ki lehet vele menekülni helyzetekből. Főleg amikor egy ilyen fal mellett vagyok vele. Na, most látom, hogy együtt van a csapat, most tök jó. Most együtt is tudom őket healálni, nagyon szépen. Na. Oké, halál. Jaj. Na, nagyon ránk jöttek. De mindegy. Lényeg az, hogy elnyomtam az ultimat. 47%-ot benyúlták basszus a pontból, és nekünk még sehol. A lábunkat nem tettük be. Cracking ball. Jó, hát akkor én szerintem oda sem megyek, most hát teljesen mindegy. Persze egyébként jól hangzik ez, hogy itt lövöldözzük addig őket, amíg a csapat meg nem jön, csak az egyetlen probléma, hogyha ránk jönnek, akkor meghaltunk. Most nézzük meg, hogy mit tud csinálni esély ebben a helyzetben, ha nem healelném, de egyébként healelem, nézzük meg, mit csinál healel. Jó, egyébként megjött a csapat, jó, helyes. Nem jöttek rá, más dél van. Ez szívás. Hát igen, így nehéz azért ott előharcolni, hogy közben az egyik DPS meg a healet is lefoglalja egy ilyen Wrecking Ball tank. Eddig tartott, most meghalok. 91%-on volt az ulti, pedig majdnem belefért az, hogy kettőt is elnyomjak ebben a játékban. Az mennyire jó lett volna, ha még egyet el tudok nyomni. Ki tudja most, ki a bajnok csapat UV-ben? Nem tudom, én sosem néztem egyébként bajnoki mérkőzéseket. Nem vagyok meglepve azon, hogy Kína vagy Kóra, meg Kóra mindenkit levert egyébként. Bugos volt a kijelző. Jó, ezen a pályán már lehet annázni sokkal jobban, hogyha visszamegyünk Annára. A folyosóról is hileltem őket, meg akkor is, hogyha felmegyek a felső részére a pályának. Akkor megyek fel, hogyha valaki még arra elmegy, mert jelenleg egyedül ott nem élném túl, hogyha valakivel szembe találkoznék, úgyhogy akkor megyünk erre. Aha, jó van. Elvesztettük a mi tankunkat, szívás. Jó, király, meghalt a Wreck Ball.
Jó, oké. De legalább nem kaptam úgy stunt, hogy mindenki látott engem is, le tudott volna lőni, gyilkolni. Na Reynek rengeteg gyógyítás kell a csapatunkban. Nem is tudom kizülelni. %90-on vagyok, valakivel kéne kombinálnom egy ultit. Ja, jellemző. Na jobban nézzük, akkor kivel tudnék Farával. Nagyon jól tudnék Farával kombinálni. Be is jelentjük szerintem. Hát akkor most már nem. Hát akkor viszont Winston lesz a mi barátunk. Nem a legerősebb párosítás, de nem baj, elnyomjuk rá. Oké, ez sikerült, ez jó, ennek örülök. Basszus, engem áldan kinyír ez a lány. Vesztettünk, de én nem érzem akkor a veszteségnek, mert legalább túléltem ezt a részt. Nem tudom, nagyon nehéz volt ez most. Na. Nem tudom, hogy tankozzak-e a mai napon. Nem tudom, hogy lenne értelme. Imádom azokat a játékosokat, akik azért panaszkodnak, mert nem látnak más játékosokat maguk körül. Akkor talán meg kéne várni őket, vagy körülnézni. De elgondolkodni, hogy akkor most miért nem látsz játékos, azért mert bemész meghalni egyedül. Never stop fighting for what you believe in. Junkertown is egy tök jó pálya egyébként. Nehéz rajta sniperkedni egyébként, általában szoktak hozni az ellenfél csapatában snipereket. De ha nem röpül be valaki innen oldalról ezen a részen, egy díva mondjuk, akkor ezen a területen pont jól el leszek. Az első pillanatokban. Innen. Itt nagyon jól be tudom majd healelni a csapatot, ott is a Zarya-t, a Reinhardt-ot is, hogyha nem szalad előre. Ott is tudom majd Soldier-t elméletileg, hát McCree nem sokat fog kapni, hogyha ott marad. De nem baj, de ez itt egy egészen biztos pont nekem. Na igen, ez abszolút benne van. Jajaj! Na jó van, akkor innentől kezdve ezt a taktikát nem használjuk, hanem egyébként az a pozíció az már eleve ugrott. Esküszöm, hogy hallottam pedig mozgolódást, csak nem tudtam, hogy milyen karakterre számítsak. Annyira szomorú egyébként ez a pályán, tényleg annyira jól el lehet veszíteni az első pozíciót. Mindenki meghalt, úgyhogy mi lesz visszavább tiszt. Begurok ide Reinhardt mögé, a pajzsa mögé, azért mégiscsak az a tuti. Ah, pedig majdnem meg lehet volna szerintem zenátja, hogyha rányomok egy izét, egy bombát is. Ajaj, ajaj. Jó van, kár, hogy az útit nem tudtam elnyomni.
Ez nagyon jó lett volna. Utolsó pillanatban jött össze. Szerintem váltanom kéne most. Ezt az ultit még elnyomoz, után váltok valamire. Lehet, hogy Mercyt fogok hozni. Mi a rák? Na, nagyon derék. Az biztos, hogy király. És elkapta az árját helyettem. Jó van, nem baj. Ő legalább túléli. Soldierrel kell majd ultit nyomnom. Bazd meg. Nem tudtam, hogy ez a izé bal gombra is el fogja nyomni. Azt hittem, hogy csak a izére. Csak akkor, hogyha leokézom megint a Q-val. Erre rányomom a Soldierrel. Na jó van. Csak biztonságban akarta helyezni, hogy kell, jól eltalálom azt, akit kell. Na mindegy, most már. Hú, basszus, ez nagyon kemény. Egy nanoboostot ebbe bele dobni, azért az mekkora ajándék. Egy nanoboostot, egy ilyen nanobombát, vagy mit. Na jó van, és akkor most váltunk. Hiába van 45%-om, szerintem mindenképp érdemes lenne valamire váltani, valami hílelősebbre. Ugye nézzük meg egy Mercyt. Lehet, hogy ide most tényleg az kell, hogy... mindenképp áthíleljek mindent. Annával sem volt rossz, de... de az csak kivételes esetekben működik olyan nagyon jól, mint egy Mercy. Lehet meg kalok? Baszki, Mekri azt hitte, hogy elmehet egy kis AFK-ra most, hogy meghalt. Jó van, látjuk, mi történik. Basszus, el akarok menni innen. Azok ott fent ott zavarhatnák az embereinket. Hogy menjek már fel? Na, ez az. De nem tudtam, hogy hárman is vannak itt, basszus. Miért nekem jut eszembe az, hogy itt fent meg kéne ölni valakit? Persze meg Móriának, a mind a két healernek. Aztán nem csak, hogy meghallom. De ő legalább valamennyire félig DPS. De nem értem, hogy miért nem mennek utánuk. Látják, hogy ott fentről lőnek. Pozícióból. És ott lent jól elkavircolnak. My healing spell is upon you. This is not the end. I'm being attacked. Did someone call for me? Meteor strike. Don't stop now. Jaj, igen. Igen, sajnos ez ilyen. Valamennyit javult a helyzet, úgyhogy szerintem maradunk Mercyvel. Én Bridget-ot biztos nem hoztam volna. Nagyon gyenge híje van. Oké. Lesz itt halál. Jó, kiszemeltek maguknak, többen is. Átra megyünk? Menjünk átra. Jó van, nyomassuk a Soldiernek, adjuk a boostot. Na, jó van. Hát elmentek az ultik. Mindenki, enyém is.
Hát, hogyha ezt most nem visszük egy kicsit előrébb, akkor két irányból meg tudnak minket támadni, ami nagyon kellemes lesz. Én annyira felszeretnék oda menni meg Kree mellé. Mondjuk ott is jó nekem. De legjobb az lenne, hogy a csapattal lennék és hílelném őket. Ajaj, lehet, hogy innen lemegyek. Bocs, Bridget, abból nem lesz szélesztés. Ha csak nem, most... jajjaj, oké, okay, nem, később. Hát akkor ennyi. Sajnos nem láttam rá. Hílelném a Reint. Jó van, ez szép volt. Gondolom Reintnek meg nem volt shieldje, azért nem tudta megvédeni magát, vagy lehet, hogy már előbb meghalt, amúgy is rohadt szorul át. Hiába nyomtam rá annyi hílt, amennyit lehetett. De kellett volna lehet egy onnan egyébként. Lehet, hogy azzal ment volna. De eszméletlen nagyokat... Igazából mert szívesen lehet hívelni, csak ilyen sokat, sokszor keveset. Hirtelen sokat mondjuk Bridget-tel lehet hívelni. De gyerünk, öljél! Jó, most hiába ultizott el a Winston, most itt vagyunk öten mellett, teljesen értelmetlen. Ilyenkor, amikor overtime van, akkor tök jó egyébként egy kicsit rámenni az ellenfélre, mert nagyon sok, ugye neki mindenképp futnia kell a pont mellé, úgyhogy ilyenkor nem nagyon állhat le veled harcolni. És akkor egy kicsit meglövöldözheted. Na jó, viszont akkor hozzuk Annát, mert támadni egészen más, mint védekezni. Hey. De azt már látom, szerintem, hogy Reinhardtra rá kell tapadni. Majd őt lövöldözöm, és akkor jó lesz. Jó volt ez a meccs. Ja, nem volt rossz. Végül is nem vesztettük el. Most a kérdés az, hogy meg tudjuk-e mozdítani a payloadot egyáltalán, vagy sem. Létezik olyan magas healer, amivel kilátok az ablakon? Szerintem nem. A tankok könnyen kilátnak, én meg itt ugrálhatok. Ide lerakott Torbjörn egy izét, egy... Vagy nem rakott le? Ez Junkrat volt? Hát, hogy fent kéne akkor kiugrani? Tehát a többiek csinálják? Nem tudom, elég sokan vannak ott fent. Na jó, de én azt mondtam, hogy Reinhardtra rátapadok, úgyhogy akkor maradjunk azon. Aha. Hát jó, ez végül is nekem ingyen heal, 22%-on van az ultim egy ilyen kezdés után. Majdnem megöltek egy Reinhardtot, ugye? Ah, takarásban van, nem jó? De, oké, nagyon király. Francba, ez most senkit nem ért. Sleepelni se tudok rendesen. Tényleg az a baj, hogy nagyon nehezen védi meg magát. Hogyha nem tudsz jól sleepelni, akkor kész vagy. Akkor nem sok esélyed van szerintem onnantól kezdve arra, hogyha megtámadnak, akkor vissza verd az adott illetőt. Szerencsére viszont tök jól tud offenzív módon támogatni egy ilyen bombával, ugye, hogy megakadályozza az ellenfélnek a híjét. Egyúttal híleheted a saját csapattagokat. Amikor ez a Reinhardt rendesen meghalt. Nem igaz, hogy senki nem maradt volna itt véletlenül se, aki tolta volna ezt a cuccot. Jó, mondjuk mindenki nagyon azon volt, hogy támadjunk. De igazából ez lett volna a lényeg, hogy ezt előre vigyük. Oké, támolás, te. Basszus, eddig egyik boostom se jött össze. Oké,
Protogot talán meg kéne ölnöm. Jó van, a nagy dagat Protogot azért csak eltalálom. Szerencsétlen rej, hátra meg nem tudtam hílt adni. Na jó van, nem baj. Péter az előre ment, ez, csak ez számít. Szívesen játszanék ezzel. Ja, én is szívesen játszom vele. Imádom, mikor van egy bestia a csapatban, akkor olyan szépen lehet haladni. Amíg rá nem jönnek, hogy mit csináljanak vele. Jobb esetben sosem jönnek rá. Na, ha megjelenik itt valaki, akkor lehet majd altatni rajta egyet. Nem is tudom, miben reménykedtem, hogy majd el fogom találni az elmúlt lövések tapasztalata után. Na, ez az, ez az. A Hanzo ulti nagyon király, ez lehetőséget ad nekünk a ész nélküli nyomulásra. Megint hátrahagytuk rendesen a izét. Payloadot. De nagyon szépen haladunk, nagyon tetszik, imádom. Jobban haladunk, mint ők. 4 percünk van. És hogyha most sikerül bevinnünk egészen a végéig, előre megyek, segítek hírelni. Látom, hogy Bastion itt védi a payloadot. Meg hozza is. Bridgetnek nem kéne annyira rohadtul előre menni, ez a Reinhardt feladata lenne. Azért akkora tank azért nincsen a Bridget. Pillanatokat leszedik azt a kis szaros 250 vagy mennyi 300 életet a pajzsáról. Érdekes. Na jó, az a helyzet, nem kellett volna mindkét healernek leragadni a Reapernél. Na, ennyi, király. Kárul nálam adt az ulti, de egyébként király. Hello, debüt a streamben. Play of the game. High plating többször nem jönnek rá, mint igen. Többször nem, ja igen, igen. Plating. Ja, nagyon szomorú, amikor egy meccsel áll azon, hogy van egy Bastion az egyik oldalon. És akkor onnantól kezdve elakadt az egész. Mai napon 3-at nyertem, gyertünk, 2-t vesztettem, és jól visszaestem pontban. Érdekes. Pedig az előbb közelítettük az 1100-at, ha jól emlékszem. Kicsit OP a Bastion? Annyira nem, csak egy kicsit taktikus. Mármint, hogy pont, hogy nem taktikus, hanem taktikusan kell kinyírni. De igen, pont az olyan játékokban OP, ahol senki nem taktikázik semennyit, mert ott tényleg egy taktika nélküli játékban ott a nyers erővel bárkit legyőz. Welcome to Rialto. Prepare to attack. Select your hero. Na, ez egy jó pálya. Ezt szeretem. Igen, ezzel tökre egyet tudok érteni. Ha később ki tudják őt szedni, akkor rontok ez a tényleg nem olyan hasznos. Na mondjuk én nem játszom olyan nagy szintű játékokban, de ezt tökre el tudom hinni. Meg egyébként már olyan játékokban is, ahol egyszerűen tudják, hogy mit csináljanak vele, tapasztalható, hogy annyira nem hasznos onnantól kezdve. Statistically speaking, I usually get most of my team back alive, but who's counting? De jó ez, az embereket rákényszeríti, hogy megtanuljanak játszani. Hát vagy igen, vagy nem. Valaki teljesen jól el van azzal, hogy néha veszít ellene.
Na jó, van alapvetően Reinhardt-ot healelném ezen a pályán. Na, van egy sniper ott. Maradunk Reinhardt pajzsa mögött akkor szorosan. Lehet kár volt idáig bejönnöm. Jajaj. Oké, van Echo is. Szerintem vissza is megyek egy pajzs mögé, amint lesz újra. Oké, megvan, megvan. Oké, oké, ezt kell nekünk. Ne, ezt nem hílelem ki. De már, ne csináljunk ilyet, bemegyünk. Nyomasd, nyomasd, Ren, gyerünk, szaladj! Na, ez egészen tetszetős volt. Na, csak a pont... Ó, és valaki hozza a pontot, nagyon király, hogy payloadot. Oké, okay, oké, okay, szépen haladunk. Basszus, és pont beszalad elém, pedig annyira jól rájuk dobtam volna, akkor a sebzés lett volna. Na, négyen is lángolnak tőlünk. Nagyon durván nyomjuk most. Ez haladás. Engem a Chego versenyekből kirúgtak a semmiért. Érdekes. Nem szívesen vennék részt olyan versenyeken, ahol a semmiért kirúgnak embereket. Genji-re rányomtam. De végül is van neki izéje, ultija. Csak nem akarja most elhasználni. Véletlen volt. A Reinhardtra akartam, mert azt hittem, hogy még sokan vagyunk. De nem baj, nem baj. Hát gyűlik a következő. De sarkon nem láttam, hogy hányan vannak pontosan egyébként. Csak azt láttam, hogy sokan. Szerintem túlhamar ma megöltük őket, de nem tudom. Nagyon szívesen segítenék Genjinek, de maradok Reinhardt hílelésén. Az eddig is nagyon jól működött. Jajaj, ajaj. Oké, akkor nekem ennyi, nem tudtam elaltatni. Kész. Na. Hát szerintem egy regroupot is nyugodtan meg lehet akkor csinálni most már. A Reinhardt. Hova tűnt a Reinhardt? Jó, majd én hozom a payloadot, nem kell aggódni, menjetek előre. De jó, jó, megint nagyon szépen haladunk. Tök sokat érnek az ultik, amiket elnyomnak a többiek, az nagyon durva. Hoppá, innen lejövök. Késő.
Ezt a bobot megszívtam. Na megint van egy ultimétem. Reaperrel össze tudnám rakni. Ő ott van elől. Nem tudom, hogy mikor szeretné használni, nyilván nem most, amikor sokan meghaltunk. Most még várni kéne egy kicsit, gondolom, míg összeáll a csapat. De látom, látom, hogy menne be oldalról. Kíváncsi vagyok, hogy most rátapadunk Reaperre. Aha, elbújt. Hát most igazából nem tudom, mennyire fasz az, hogy én nem adok rendes healt. Sajnos ez így nem ért olyan nagyon sokat. Bár igazából nem sikerült elterelni őket, és emiatt toltunk a payloadon, az látszik, nem halt meg nagyon sok ember. De nem, tök jó, bevittük, ennyi elég is, ennyi elég volt, kész. Nem az ultival öltük meg őket, hanem egyszerűen azzal, hogy megzavartuk őket ott hátul. Szerintem ketten azért csak meghaltak, vagy legalábbis jól megsérültek. Select your hero. Védelemre, viszont lehet, hogy a manát kéne hozni, nem tudom. Itt legalább nem lehet kikkelni, Overwatch-ban, nem tudok róla. Egy a csapat nem mondható, hogy kikkeljük, az igaz. Gaming Dumping, neked nincs meg ez a pulcsiban? Nincs. 23 fok van, miről beszélsz? Megy a légkondi. Reinhardt, I must say you're looking quite well. This life must agree with you. And you are looking as lovely as ever. Mi sokszor kikeltünk csében, de inkább azért, ha nem tudod értelmesen együttműködni. Az helyzet egyébként, hogy néha az Overwatch-ban is tök jó lenne a kikkelés, mert vannak ilyen botok, ami tök gáz. Az Overwatch-ban még azt sem lehet megcsinálni, hogy... Ha valakivel nem akarok együtt játszani, akkor azt megjegyezze egy hétnél tovább a játék. Mert hét után automatikusan leveszi ezt a beállítást, hogyha így valakit ignorálnék, hogy így vele együtt beosszan engem bárhova egy csapatba, akkor az maximum egy hétig lehet megcsinálni. Oké, megölte meg út, nagyon jó. Ritka az ilyen. Nem szívesen maradnék itt a hídon. Na, oké. Gyerünk már hátrébb. Lucio meghalt. Nem direkt volt. Nem azért hagytam meghalni, hogy én több heal tudjak kiosztani, aztán én legyek a gold healer. Hát, sajnálom, de... Nem tudom, miért kellett odáig bemenni. Ez kizárt dolog volt, hogy ezt meg tudom csinálni. Eleve az, hogy védem magam, amíg egy olyan pozícióban lövök valakit, aki ott benn van. Már lehet jobban jártam volna, hogyha... Például elhaltatom Torbjönt, azt megtettem volna. Mindegy. Jó van, nem megyek előre. Healer vagyok, nem tudom. Basszus, lenyomnak minket. Menjél rá, gyerünk! Van damage reset, nyomasd! Ne keltsétek fel Ródot, ne keltse fel senki! Még Bob is van, na jó van, nem! Az a helyzet, hogy itt szerintem megint az van, hogy tök jól támad mindkét csapat, és védekezni meg egyikünk sem annyira. Bár egy kicsit jobban vittük mi szerintem, mint ők. Hmm.
Igen, szívás. És jól van leszettek. Óvatosabbnak kéne lennem, vagy egy szívósabb karakterre kell jönnöm? Én hiszek Annában, szerintem nem ezzel van a baj. Most nem váltunk. Az, hogy ott vannak ketten, az egy dolog, de én akkor is megvárom a tankot. Ilyenkor nem olyan rossz dolog előre menni egyébként, és egy kicsit távolabbról tartani őket. Ha nem jön senki mögénk, hogy elkezdje tolni magát a payloadot, akkor az is majdnem meghalok egy lövésből. Hoppá, aludjál! De felébresztik és én engem öl meg először, jellemző. Na jó van, 9% múlva lesz egy ultim. Senki, hát Reinhardt-tal tudom megint összerakni maximum. De hát azzal meg nem sok értelme van. Baszki, ebbe jó belehalt mindenki. Nagyon jó damage dealereik vannak egyébként. Vissza is vonulok. Kiszednek a távolról. Na. Szegény Reinhardt nagyon hamar meghalt. Basszus, ez nem tudom, hogy zárja, hogy halt meg, miközben még a izémet is rádobtam, hílelő bombát. Az a baj, most Reinhardt meghal, aztán ezek a következő megint ez lesz. Hílelnélek, ha nem lenne nagyobb a sebzés, mint a heal. Ezt el kéne altatni. Na jó van, én rányomtam Lucióra. Nem tudok mit csinálni, hát baszki, mindenki itt van bent. És semmi értelme tartogatni. Jó, oké, hát mi hamarabb bevittük, 1 perc, 30 másodperc így még tartani kéne, ami szerintem nem fog összejönni. Látottak fényében. Ha csak nem váltanak valami más karakterre, ami végül rosszabbnak bizonyul, mint amit eddig hoztak. Remélve, hogy ők majd jobban fognak játszani azokkal, nem tudom. Jó, most jók vagyunk, most nagyon jók vagyunk. Ebben nem sokat vettem részt, de tök jó. Végén még elkezdek bizakodni. Na nézzük. Meglövöldözhetem? Nagy kövér rótunk, mindig nagyon király célpont. Get back in the fight. What we want to do with it.
Nem, nem, most én leszek az első. Hú, de jó, hogy elvitt a Rein. Jó, Luciónak az útja is rohadt jól jött most. Rótogéra counterölve. Basszus, az utolsó pillanatban majdnem rányomtam az ultimat, és akkor meg túlélte volna. Ez az, ez az, ez az. Öljed őket, basszus. Hú, na ez durva volt. Na ez kemény volt. Akkor Reaper jól csinálta a végén. Na, még egy győzelem, és talán megvan az 1100. Ez a Reaper lehozta. Jaja, kapott tőlem ultit rá. Én is segítettem. Traveling to Route 66. Prepare your defenses. Select your hero. Reaperek könnyű egyébként ilyen ultikat csinálni, hogyha még bronzban vagyunk, mert tényleg csak annyi az egész, hogy oda megyünk mögéjük, aztán, hogyha együtt vannak, akkor elnyomjuk és tök jó meghalnak. Még én is csináltam tök jó Play of the Game Reaper ultikat. Pedig nagyon keveset használva Reaper. És ott nem is kell annyira skillesnek lenni, egyszerűen csak kell egy ilyen kis sunyiság, egy ilyen kis apró átgondolása a karakter mögé, hogy akkor mikor nem vesznek észre, mikor van a legjobb pillanat arra, hogy így oda osonjak mögéjük és elnyomjam ezt. És a bronzban sokszor elég ennyit tudni. Na jó, amikor legutóbb itt voltam, akkor ha jól emlékszem, egy szombra hálva támadott. Ettől függetlenül maradunk ennél. Hát vagy lehet egy kicsit előrébb jövök, mert látom, mindenki előre ment. Igazából még előrébb. Jóban mindegy, hagyjuk a francba, ide jövök. Az derék. Jóban meghalt az Orisza. Nem mondom, hogy jól állunk, mert nem. Az a baj, hogy meghaltak a tankok. Jó van, ezt megúsztam, ezt a Reaper támadást szerencsére. Látom, most az izé rámegy, Winston. Ráadásul már is ultizott volna. Minket ja, tökre ultizott, szép. Akkor nem ült a babérjain. Kár, hogy most meghal, mert pajzs mögött van. Nem tudom hívelni. Na jó van, sokan meghaltak. Én is megfogok. Azért az Overwatch még mindig a műfaj király, jól néz ki, jó a gameplay. Valorant különösebben hasonló, de...
ja, külsőségében hasonló, de sehol sincs. Nem tudom. Néztem múltkor Valorant gameplayt, tényleg nagyon Counter-Strike-os. Egy Counter-Strike kicsit megkombózva ezzel az, én azt láttam. De nincs olyan skill mélysége, mint az Overwatch-nak, az tény. Egy ilyen shooter. Shooterke. Ajaj, nem jó. Igen, és az a baj, hogy még mindig nem van az ultim, és nem tudom, kinek adjam oda. Lehet, hogy rá... De az a baj, nem, nincs olyan, akinek. Tanknak nem tudom adni, pedig tanknak nagyon szeretem odaadni. Junkratnek értelmetlen szerintem, úgyse fogja kihasználni. De izé, Doomfistnek lehetne. Arra lennék kíváncsi, hogy mi lett volna, amit Blizz valójában akart, tuti epic lett volna. Egyszer összerakták, jól. Amit valóban akart, nem a WoW 2-t akarták? Nagyon visznek minket. Ne, hajj meg Orissa. Meghalsz én is, meghalok. Te elhatottam az utolsó percben a Reaper-t, basszus. Persze az az élesztétek, ébresztétek fel, miközben a Mercy éleszt valakit, tehát nem hiszem el. Na. Doomfist-tel összenyomunk egy ultit együtt. Már látom előre, tök jó lesz. 97%-on van az ember. Na, ember hiányunk is van, nagyon király. Így sem álltunk elég szarul. Hát ezt most már nem tudom rányomni. Na, ennyit az altatásról. Na jó van, nyomja a Doomfist, nem érdekelsz. Fogok én itt várni arra, hogy ultizzak most már. Mindjárt meghalok megint. Négy ember egész jó, hogy még mindig tartjuk ezt a pontot amúgy. Ezt a rohadt Widowmaker-t megölhetné már valaki. Takarodjatok már innen. Na, király. Hát, sorry. Élesz fel, nagyon jó. Basszus, esküszöm így. Öten vagyunk, nem, jó, nem négyen öten, de nem számít, mert egyre kevesebben vagyunk. És 60 másodperc múlva megtartottuk a pontot. Mennyire durva. Ölje meg valaki. Húrja, nem volt éppen egy nagyon mozgékony kedvében, vagy nem tudom, basszus, még Reinhardtot is elhatatom, erre meghalunk mindketten. Ott áll, és így nyomja rám az életszívás, de úgy nem mozdulna meg véletlenül se egy kicsit sem. Mit reméltem, hogy nem fogom eltalálni egy altatásra, amikor áll és nem mozog. Csét feldugta a Valorant, az igaz. Jó, mondjuk ez vicces. Mondjuk a Paladinst is éltem, amikor kijött. Az ingyenes volt, ha jól tudom, nem? Érdemes ezt csinálni? Nem. Jó van. Hát most mit lehet ilyenkor? Az ember nem akar, hogy bevigyék a pontra. Nem tudom, hogy váltsunk-e valamire, vagy sem. Ha
Hát végülis 88%-kal az ulti alatt nem fogok váltani azt tudti, de szerintem amúgy sem érdemes váltani. Móriára talán érdemes lenne. Hello bozót, vagy bzót. Üdv a streamben. Azaz, azaz, halljunk meg. Kijövök. Nem baj, de így is meghalok. Az 0-1. Ja, bocsánat. BZ 0-1. Jó van, oké. Megjegyeztem. I'm not ready to hang it up. You're covered. Na, az ilyen egy embereket kell megölni, ne szórakozzatok már, hát ide jön egyedül, aztán nem menjünk rá. Na, nagyon király egyébként, te jó ég. Nem vitték be. És beírja a Szompi 820, hogy cigány Mójra. Ez kurva jó. Pusztulj el. Nagyon-nagyon tudnak kommunikálni a srácok. Na jó van, oké. Mit hozzunk le? Na most, hogy benyúlták Annát egyébként, támadáson vagyunk. Lehet, hogy egy Móriát kéne. Cigánykodjunk. Az a gond csézek közben, az miért gond? Az tök jó. Nem? Jaj, nem vagy itt. Hát, lélekben itt vagy. Na jó, van, nézzük, ezzel érünk-e bármit. Oda bedobunk egy ilyen bombát. Adjunk egy kis hírt már a Junkratnek. Tele vagyunk hill-e, gyerekek. Menjünk. Elkapom a junkot. Nem. Nem kérem a Reinhardtot, na. Jó van. Nem kérünk Sulettet. Oké. Egyébként lehetett sejteni, hogyha egyébként egy ilyen állásban, amit meg tudtunk védeni. Hoppá. Szóval, hogyha egy ilyen állásban, amit meg tudtunk védeni öten, abban, hogyha újra hatalan leszünk, akkor majd nagyon szépen fogunk haladni. Ez azért várható volt. Bár én nem tudom, hogy miért, mert én nem látok egy igazi tehetséget a csapatban. Rajtam kívül. Szigorúan hozzátenném. De gondolom, ezt nem kell külön mondani. Payloadot hozzuk. Ajaj, ez jó volt. Szerintem Ekótól szívtam ekkorát. Azért jól látni, milyen magasan vagyunk, reprezentálva az alacsonyabb rangokban.
Bezzeg, Diamond és afelett olyan 30-40 aktív magyarról tudok. Ja. Ja, hát miért ne? Ja. Ez teljesen egyértelmű egyébként, hogy a... hogy a... alacsonyabb szinten nyizsog a tömeg. Ezt most nem tudom, minek nyomtam el, de nem baj. Valakit csak megölök majd vele. Legközelebb lehet, hogy látom majd a helyzetet jobban. Aha, aha. Nem tudom, tisztet sem tudom kihílelni rendesen. Erre van egy élet, azt hiszem, király. Jó van. Hoppá, hipper előtt nem kéne keménykedni. Na jó van, vissza is mentem. Nem értem, miért nem ölt meg, de mindegy. Hello, Kollam, a Cildo streamben. Megölöm a Reaper-t, elkapom, elkapom. Nem, nem, nagyon szomorú. Basszus, rossz irányba küldtem a hílelő gömbemet. Hoppá, és ezt most megszívom, az a baj. Igen, igen, igen. Nagyon itt voltam a tökben, és nem tudtam kijönni belőle. Na jó, de megnyertük. Nem kellett érte semmit csinálnom. Hát azért a legjobb tudásom szerint, még más e-sport gémekhez képest is ritka szállamot szinten üzzük ezt a gémet. Na jó, mondjuk én ezeket a statisztikákat nem ismerem. Ez jó volt mondjuk. Nem tudom, mi lehet az oka, hogy az Overwatch-ban a magyarok nem remekelnek, egyébként gőzöm sincs. Én sose követtem az e-sport híreket, bevallom. Jó, hát nem mindenki profi, én például nagy casual játékos vagyok, és nem is akarok nagyon belemerülni, mert csak addig játszok, amíg élvezem, és nem az van, hogy ideges leszek, hanem jó a meccs. Na, mondjuk ez így van velem is. Ha az ember nem veszi komolyan, akkor legalább nem fog ráfeszülni arra, hogyha veszít vagy nyer. Alapjáraton kevesebben játszanak OV-t itthon, mint más, mert egy magasabb árkategóriás játékról van szó. Szóval egyébként igen, az OV-nak azért Blizzard elég sokáig tartja az árát magasan, vagy tartotta is. Talán egyszer-kétszer volt olyan, hogy leáraszták. De gondolom, aki komolyan veszi az e-sportot, annak nem akadály az, hogy megvegyen egy játékot. Maximum az a kérdés, hogy miben nő fel valaki. Mi iránt kezd el vonzódni emiatt. Na jó van, új meccs, új karakterek, van shield tankunk, lehet Roadot is healelni majd, lehet, hogy kell is majd, nagy dagadt testit. Jaja, csak tök jó lenne, hogyha nem lenne fedezékben. Meghaltna Lucio. Erre ledob engem. Korrekt. Pedig azt hittem, hogy bele fog halni abba a bombába. Na jó van. És sokkal jobban szeretem egyébként, hogy a Reinhardt van a csapatban shield tankként. Hoppá, mivel nem nyomtam le a Facebookot.
Gyere, bejövök meghalni. Na jó van, nem baj, haladjunk. Semmi nem veszetted, a 30%-on vagyunk. Rohadt Weeper megint. Jaj. Jó van, lehet, hogy váltok. Túl nagy a káosz. Na az igen. Igen. Nagyon jó. Felfogta a shield. Én itt mondjuk ezen a kis vékony kiállata nem jönnék ki. Amikor tele van az ellenfél a belső rész. Mi a büdös francért? Koncentrálok én arra, hogy a Roadhogot híleljen meg, támogassa, amikor... Nem hiszem, hogy azt kéne. Hát egyértelmű, hogy nem ezen megy el a játék, hogy most ő hogyan játszik. Kéne találni valamilyen jó embert, aki mögé rá... aki mögé oda cuppanhatok, és híleltem. Tessék, itt egy zárja. Csak most már nincs itt. Na, itt van egy McCree, de most kinyílta a Reaper-t, az jó. Na, nagyon jó, oké, akkor hátulról elkapjuk McCree-vel az embereket, vagy felülről? Én mondjuk én onnan nem megyek felülről, az biztos. Na, tessék, megütögetem zárját, vagy akár Mercy-t, jó, az meghalt. Na. Mindenkire oda megyek. Hoppá, itt egy Lucio. Semmi értelme egyébként itt szólózni. Már most már nem szóló, úgyhogy lehet nyomulni. De ez az, amire nem kell beleállni, amikor Lucio elnyomta az ultiját. Akkor most miért maradunk itt? Pont, hogy húzni kéne az időt. Egész jól visszük a pontot most. Hát rip mely. Jó van, és nem áll össze a csapatuk, mert most halt meg egy-két ember nemrég tőlük, úgyhogy nem tudnak teljes csapatot ellenünk hozni. Tökre megnyertük. Jó van, nem állítom, hogy most ez így sokkal hasznosabb volt a részemről, de legalább nem haltam meg annyiszor, mint Annával. Baromi nagy volt a káosz most ebben a meccsben. Lehet, hogy ezen a pályán viszont már visszahozom Annát. Sokkal jobban el lehet begyűlni ott hátul, a magaslati pontokon. Ha nem működik, akkor maximum megint váltok róla. Hát nem csak én akarok Annát hozni erre a pályára. Hát
Nem kéne DPS-sel, nem egyébként, inkább healelnék. Lehet, hogy most már késő is egyébként. Nem akarok leugrani, mert az előbb is nagy volt a káosz lent. De a játék stílus nem változott azóta. Csak a pálya lett egy kicsit alkalmasabb arra, hogy sniperrel legyek. Sniper healellel. Hoppá, itt jön valaki, ez egy tracer. Hát ezt nem kapjuk el. Cserébe viszont az egész csapat meghal, ha nem vagyok ott. Jól előre mentünk, basszus. Az Zárját is nagyon figyelemmel kísérném, hogy mit csinál. Basszus, hogy meghalt. Ez az, jó. Legalább Junkot megöltem a rohadt életbe. Annak ellenére, hogy nem tudtam megmenteni Zárját. Még nagyon rajta voltam, csak valami rohadt nagyot kapott az arcába. Ezt nem tudom, miért nyomtam nekik oda, olyan ráadásként gondoltam, hogy az még itt talán belefér, de mindegy. Van egy heal méltileg, nagyon ritkán veszem fel, de most nagy szükség van rá. De egyébként imádom azokat a karaktereket, akik foglalkoznak azzal, hogy írtsák azokat, akik ugye hátba támadják a healereket. Hogy mindenképp ezért érdemelte meg Zári azt, hogy támogassam. Megküzdött Tracerrel is, meg utána meg Junkrattel is. Hát megkülön most csak azért nyomtam rá ezt az ultit, mert hogy ezzel rögtön fel tudtam gyógyítani őt. Nem halt meg. Sokszor az is nagyon sokat számít. Meg hát egyébként ugye egy kicsit utána erősebb lesz, az sem baj. De az Anubisnak egy tök jó előnye az, hogy hirtelen rohadt sokat tud hílelni. Hílelnélek, hogyha látnálak? Na, megnyertük, király! Na jó, van, még egy meccset bevállalunk, azután pedig nyomunk egy ládanyitást. Az utolsó meccs az legyen tankos, legyen egy kis változatosság a mai napban, amúgy is jár érte egy lootbox. Arriving at Watchpoint Gibraltar. Prepare your defenses. Select your hero. No, kérem, Reinhardt, egyértelmű. Látom, a díva is hamar követ kap, úgyhogy legalább nem ütköznek a szándékaink. És egyébként nagyon jó az is, hogy ennyi a shield tank, az ő pedig nem. Úgyhogy eddig ez ígéretes, van annánk is, ami tök jó. Szeretjük az Annát, kapunk majd tőle nanoboostot lehet. Mercy is van. Egyébként pedig védekezünk. És akinek pajzsot kéne adni, bár egyébként a két snipernek rohadtul nem örülök, az rohadt gáz lesz. Na mindegy, nincs egy akkora damage-ünk, amivel vissza tudjuk fogni az ellenfélnek a haladását. Sosem annyira király. Ráadásul Reinhardt egyébként nem tud támadni csak közelharcban, ami rossz lesz így. Nagyon bátran fog ránk rontani az ellenfél szerintem, hiszen nem kap majd egy akkora sebzést az arcában, ami visszatartaná. És persze, hogyha közel kerülnek hozzám, akkor ezt tökében lehet ütögetni, csak ez a baj, hogy akkor már nem lesz szerintem olyan jó. Akkor négyen vannak rajtam. Bastion volt, jól láttam? Hmm.
basszus. Azért, na mindegy. Nagyon jól le tudtam volna charge-olni Winstont, de hát annának muszáj volt belelőnie. Saját altatását elrontja. Még arra lehet számítani, hogy ilyenkor azért a DPS-ek rákészülnek egy támadásra az altatottal szemben. Na nézzük, elkapunk-e valakit. Mert ez majdnem megvolt. Na jó, van ez visszavonulásra. Opa, opa, opa. Nem. Védelek. Összesen mindegy. Charge még meg volt. Kill is, nagyon jó. Azaz, nem. Hova tűnt a Mercy? Hát, kár, hogy nálam maradt az ulti. Geci, érted, hogy bukjuk a rankunkat LOL-ban, fogjunk egy bronz és bronz 4-es mindest, aki az előző meccsét bukta. Én nagyon majd elolvasom. Hoppá, nem jó. Fent sokan vannak, azt látom, az jó. Oké, legalább egyet megöltem. De hát ennyit tudtam tenni most a csapatért. Reinhardt-tal. Gaming Dumping legalább megpróbáltad. Wall of text volt azért, igen. De esélyem nem volt rá. Azért, hogy visszaérek a fight-ba, akkor odnantól kezdve figyelnem kell, hogy addig van időm, amíg meghalok és tölt a képet. Nagyon visznek minket, nagyon nem jó. Még mindig ott állunk a payloadon. De már bevitték, basszus, most már a következő helyre akarják vinni, hogy teljesen fölösleges oda menni meghalni. Én ebben nem veszek részt. De tök jó. Na, Doomfistet elvittem, szóval ilyenkor az 1v1 az egyébként, az, hogy meg tudok önni valakit, az mindig jó. Semmi nem, mindenképp több. Eliminationben legalább jó vagyok. A medvés játékot végigjátszottad? Hát az első chaptert, vagy fejezetet, igen. Azt kifulloztam, viszont ott mindent összegyűjtöttem. Másodikba belenéztünk csak, már nem volt többre idő. Basszus, állandóan megdöglök a francba, de nagyon durva egyébként, mert sosem látom azt, hogy hol állnánk úgy együtt, hogy értelmesen ki tudjam menni a szerepemet a harcba, mert annyira szét vagyunk esve, és annyira nincs regroupunk, és hogyha van is, akkor is egyébként átmennek rajtunk. Nagyon, nem tudom, valamit nagyon nem jár, nem csinálunk jól itt. Na, ez tök jó, távolodjunk már el. Most jól belecsázsoltam a közepibe, ennyi volt. Hát nyilván Doomfistet meg akartam ölni, az még egy reális gondolat volt, az nem gondoltam volna, hogy bele fogok csázsolni ide a nagy tömegbe. Bár, ha tovább gondoltam volna, hogy mit csinálok, akkor igen. Legalább ezt az egy rohadt ultit hadd nyomjam el. Csúnya befejezése lesz ez most a játékunknak. Na, tessék. Égyni. Egy kill. Na, mert ezt az állandóan felé lesz mindenkit, akit megölök. Én nem először látom azt, hogy ez megtörténik. Na, jó van. Vissza akarok menni? Ez a visszavonulásos charge-olás. Van értelme néha. Sajnos. De az már elmond valamit, amikor használni kell. Na jó van. Ez így teljesen esélytelen lesz szerintem, hogy mi most ezt a következő körben, amikor támadunk, megnyerjük. Bár egyébként nagyon sokszor látunk olyat, hogy valaki tényleg csak védekezni nem tud jól, és támadni meg utána tök jól tud a csapat.
Basszus, ha nem akadok el az ajtófélpával, megöltem volna megint Doomfistet. Nem először öltem volna meg, már többször lecsárzsoltam a fejét, és ez most annyira jó lett volna, hogyha még egyszer sikerül. Az a rohadt ajtófélfa. Gaming, milyen a statod? Nem tudom, mindjárt megnézzük. Akték kézzel ez folytatás. Én nem vennék rá mérget azért, hogy ezt fogjuk még játszani ezt a játékot. Persze, végül is kihívás volt abban a játékban meg minden, de azért egy kicsit fárasztó volt. Silver, Silver. Az a helyzet, hogy olyan damage-et nyomtak ránk, hogy most megint az lesz, hogy kimegyek, rögtön ledamage-elik a shield-et, az tuti. Ha becsárgyolok, meghalok, úgyhogy nem tudom, mit kéne. Lehet, hogy oldalról kéne meglepni őket? Csináljunk valami ilyesmit? Á, most már nem érek oda. Hát mely ide nyom nekünk egy izét? Akkor én kerülök. Amúgy is ezt akartam csinálni, úgyhogy most akkor tényleg kerülünk egyet. Tankként elkezdek hátulról kombózni. Így legalább olyan charge-okat tudok csinálni. Amikben ugyanúgy belehalok, mint a szemből charge-olnék, baszki. Azt hittem, hogy legalább egy biztonságos pozícióban be tudok charge-olni, annak hogy lett volna értelme. Á, mindegy. Legalább eltaláltam volna valakit. Bár sokszor szerencsefüggő. Nagyon sokszor szerencsefüggő. Tessék, tartom a pajzsot a DPS-eknek. Oké. Hát nem Winstont akartam, hanem Mercy-t elkapni, de mindegy. Mercy-nek nem volt sok HP-ja. Ott az élesztés. Hát eddig volt rajtam. Mindegy. De nem baj, van ultim. Azzal lehet vinni valamire. Azt egy egész jó helyről kezdte el nyomni azt az ultit a Soldier. Felmegyek érte, megpróbálom elkapni. Nem tudom, ki lő hátulról engem, de most rámegyek. Basszus, Anna mindenhonnan belő engem, ez nagyon kemény, hogy rohadjon meg. Nem tudok mit mondani, no comment. Valamennyire előre tudnánk vinni egyébként. Van rá esély. Látom, hogy van rá esély. Én felmegyek ide. Megnézzük, hogy el lehet-e kapni innen valakit. Nem volt túl hasznos. Anna, Anna, ez az. Szerintem melyben most meghalok, ja. Ebben a mely ultiban. Get
30 másodperc. Az első pontig jussunk már el. Sokat jelentene. Pont akkor ölik meg, mikor lecsárgyolnám a fejét, de mindegy. 20 másodperc. Hoppá. Oké, nagyon király, kapok hilt. Na. Mászli. Most megalszom. De basszus, az utolsó pillanatban hogy megfogták ezt az egész pontot? Most mennyivel többen lettek megint így hirtelen? Jó van, bevittük, nagyon király. Van remény. Csak ki kéne nyírni a McCreet onnan felülről, mert az meg lő mindenkit, úgyhogy fel kéne menni érte szerintem. Basszus. Ennyit arról, hogy felmegyünk érte. Meghalt? Vagy hol van? Visszament? Ez egy dupla ultiára, vissza kell vonulni mindenképpen. De jó, hogy a Winston-t kapom el. Pedig a McCreet pont akkor éreztették, tök logikus volt, hogy rácsárgyolok, hogy mire feléled, addigra el tudom kapni. Jó, most jól visszük. A második pontot tök jól átvittük. Eddig. Mert szerintem... itt lesz valami. Szívás. Ez nagy szívás. Oké, de a lényeg, hogy bevittük a payloadot. Nagyon király. Nagyon-nagyon király. Nagyon rendben van. Hát ez, ebben az a szomorú, hogy nem tudtam falhoz lökni. Pedig elvittem basszus, csak a francba nem tudtam semmihez hozzányomni. Rohadt kis 30 AP-mmal elvittem. Semmi értelme most kimenni szerintem, most egy kicsit várjuk, míg összeáll a csapat. Hát ez megint a Winston lett. Basszus, hármas simán lenyomnak. Pedig azért voltunk ott. De ez egyébként milyen már, hogy ott fent, ott végig ott mászkálnak. Na jó van, kezdem értelmetlennek látni ezt most így. Elnyom az ultit, aztán hozok egy záriát. Bár shield tankot kéne, de... Hát azt is lehet, hogy... Kicsit többet shieldelek, és kicsit többet keresem a DPS-eket, akik mellett shieldelhetek. És lehet, hogy csak ennyit kell csinálnom. Kár, hogy ez a charge nem jött össze. Biztos, hogy már shield tankot nem fog tudni jól kezelni. Ezen a pályán meg ezzel a felállással most ez se nagyon jól. Az utolsó pillanatban. Basszus, állandóan megdöglöm, ez így nagyon gáz. Ez a mellyel meg ez a rótog ellen nem tudok mit csinálni. Átmegyünk záriára most már. Nem érdekel, hogy nem lesz shield. Ezt így nem lehet csinálni. Together, we are strong.
Zárja jól le tudja zabálni Rótognak az életét. Basszus, azért elég közel vagyunk ahhoz, hogy megcsináljuk, de az a baj, már overtime van. Nem lesz meg, de ettől függetlenül nem olyan rossz, hogy eddig eljutottunk. Tök jól megmentettem Mercy-t. Az egy emberes kill egyébként megérte egy ultit, hiába kéne összekombózni bárkivel, ebben a helyzetben nem lehetett más csinálni. Egyébként meg mindegy, mert egyedül maradtam, hogy látom, elvesztettük, de látszott, hogy egyébként Zarya-nak volt értelme a végén. Korábban át kellett volna váltanom, csak nem akartam, pedig lehet, hogy meg kellett volna lépni. Na jó, akkor legyen ez ládanyítás így a végén. Hat darab láda. Nem tudom, hogy esett bármi olyan belőlük, ami érdekel engem egyébként. Az elején még tök jók voltak ezek a ládák, de mostában már csak inkább venni. Venni lehet a jó dolgokat. Szezonális ládákban az ilyen season cuccok van, azok jók. Ilyen alkalmiak. Tök jó eco festékeket kapok. Sprayket. Ez micsoda? Duplikálása, hát akkor mindegy. Rengeteg a duplikált cucc egyébként. Unalmas egy kicsit ez a ládanyitás így, hogy az nem minden ládában van valami, ami duplikált. Itt is van. Rájöttek egyébként, hogyha új cuccokat adnának, akkor pillanatokat össze lehetne gyűjteni az összeset. Na jó van, akkor azt mondanám, hogy már ennyi lett volna az Overwatch-ozás. Akik YouTube-on nézik vissza ezt a videót, azoktól elköszönnék. Köszönöm nektek a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!